2013-ban is színes felhozatallal várta a versenyzőket és az érdeklődőket a György Irmóti Rodeo Ranch, a Kisalföld vágta helyszíne. Idén a hagyományos versenyeken túl lovas találkozót is rendeztek a szervezők, de a háromnapos esemény fénypontja mégiscsak a Kisalföld vágta maga, ami a nemzeti vágta előfutama. 16 település nevezett, ez már konkrét, tehát úgymond véglegesítettük a nevezést, remélhetőleg mindenkinek a lova egészséges lesz holnap, és nem történik vele semmi, illetve megfelelnek az előírásoknak, amit ugye az állatorvosok ugye állítanak eléjük, tehát sántosságvizsgálat, oltások, vérvételek, egyebek. És a 16 lóból fog kiderülni, hogy ki az a három, aki majd Budapestre feljut. A Győr Plusz stábja szombaton látogatott ki a helyszínre, ahol a presztízs és a polgármesterek futama volt a fő esemény. Mind a két verseny egyazon pályán, azonos akadályokkal zajlott. Itt a tapasztalt nevezők mellett voltak, akik egy-két gyakorlás után vállalták csak a fogadhajtást. A polgármesterek futamán pedig Győr alpolgármestere is indult. A kihívó az Győr alpolgármestere, ugye dr. Somogyi Tivadar, aki nagyon lelkesen többször kijött gyakorolni, hát hogy ugye jó eredményt tudjon elérni. Vannak itt rutinos öreg rókák, mint például Kópháza polgármester, Grubics Ferenc, aki lovasember, vagy Balogh Ervin Nyalka polgármester, szintén lovasember. És aztán vannak azok, akik ugye csak kipróbálják ezt, akár mint Schmidt Herik, a nyúli polgármester és sokan mások. A Győr Plusz stábja pedig arra is kíváncsi volt, hogy a polgármesteri futam kihívója, dr. Somogyi Tivadar, mit vár a versenytől. Először is sportszerű versenyzést, másodszor, hogy jól érezze magát mindenki, harmadszor, hogy balesetmentesen ússzuk meg ezt a versenyt, és én úgy gondolom, hogy ez az egész verseny egy kicsit arról szól, hogy gyakoroljunk a fogatokon, népszerűsítsük a fogatot, népszerűsítsük a magyar lovakat. És így rajtolt el Győr alpolgármestere. Az akadályokat nagyon szépen vette, és még a pálya sáros részén sem ütközött akadályba. A pónis fogattal szinte hibátlanul végzett, és nagyon szép időt futott.